Megtermékenyítés pillanatában a haploid ivarsejtek, ugye a kromoszoma készleteiket a diploid zigótában fogják egyesíteni. Ilyenkor ugye a haploid készletek kromoszómái egymással hát párokat fognak alkotni, ugye ezek voltak a homológ párok. Az egyik tagja az apától származott, a másik pedig az anyától. Na most, hogyha mi a kétlaki növényeket, valamint a váltivarú állatokat, és hát nyilván az embert is megvizsgáljuk a homológ kromoszoma párok tekintetében, akkor észreveszünk egy jelentős különbséget, méghozzá azt, hogy hát egy ilyen kromoszoma párnak van egy hatalmas nagy eltérése, és hát ezeknek lesz a döntő szerepe az ivari kromoszómáknak a kialakításában, ezek az úgynevezett gomoszómáknak a kialakításában. A többi az tulajdonképpen maga a testi kromoszómákat fogja, vagy más néven autoszómákat fogja adni. Na most mi is ez az ivari kromoszóma? Hát a sejteknek azon kromoszómái, amelyek az ivarszervek kialakítását irányító géneket fogják tartalmazni. Na most, hogyha egyforma, akkor általában ez az emberben, illetve az állatokban, valamint a kétlaki növényekben ugye hímegyedet fog jelenteni akkor, hogyha eltérő méretűek, illetve hát különböző alakúak, ezt általában XY-nal szoktuk jelölni, még női ivarúak lesznek, hogyha azonosak, tehát homológok, tehát XX-et szokták jelölni a női esetben. Azonban vannak olyan esetek, például az állatvilágban, vagy egy-egy növénynél, ahol ez pont fordítva fog megjelenni, tehát például, hogyha tekintjük a lepkéket, vagy éppen a madarakat, ott éppenséggel pont fordítva lesz, tehát a női ivaralak lesz az eltérő. De szokták ZW-vel is jelölni, de maradhatunk az XY-nál is, tehát az egyszerűség kedvéért. Még hogyha hímivarú egyedül van szó, akkor hát Z-vel is szokták jelölni, de XX, tehát mi ezeknél fogunk maradni a jelölés rendszerben, csak nyilván itt tudnunk kell, hogy a nőstény lesz a különböző alakú. És akkor itt van igazából, hogy milyen típusok vannak. Tehát nyilván nagyon sokféle van. Na most, hogyha ivari jelleget kit, akkor tulajdonképpen ez levezethető egy panettábla segítségével. Ugye tekintsünk egy férfit, és hát tekintsünk egy női egyedet. Ugye hát az utód hát mégis milyen nemű lesz, ugye ez az elsődleges kérdés. Hát észrevehetjük, hogy ugye hát itt XXX, tehát, hogy itt kettő darab X, itt is kettő darab X, tehát ez az egyed, ez női egyed lesz, tehát ilyen 50%-ban, még a másik 50%-ban fiú egyet fog születni. Ugyanez van a másiknál is, tehát a jelölésrendszernél is, tehát teljesen mindegy, hogy tekintjük, itt is ugye 50%-ban nőstény lesz, és 50%-ban pedig hím. Vagyis tulajdonképpen a fenotípus az egy az egyhez, a genotípusa pedig hát 50%-ot fog jelenteni XX-ben, illetve XY-ban. Vagyis tulajdonképpen a megtermékenyítéskor a kétféle típusú ivari kromoszoma találkozásának az esélye az egyenlő lesz, tehát az utódok ivar aránya az tulajdonképpen 50-50% lesz. Vagyis tulajdonképpen mi ezt össze tudjuk foglalni, tehát az ivari jelleg az ivari kromoszomákon keresztül fog öröklődni, ez a tulajdonság, amelynek az aránya a nemzedékek során általában lényegesen nem fog megváltozni. Tehát számos olyan tulajdonság lesz még, ami ezekhez az ivari kromoszomákhoz kötötten fog elhelyezkedni. Tehát az emberben több mint 100 ilyen tulajdonság van nemhez kötötten. Néhány jellemző példa. Ugye X kromoszomához van kötve a vérzékenység, ez a hemofiliának az egyik fajtája, tehát nem mindegyik, mert többféle van. Aztán van a vörös-zöld színtévesztés, ez is X kromoszomához kötötten van. Ezek recesszív allélek, de pontosan ez miatt ugye itt a fiúk aránya lesz a sokkal nagyobb. Aztán itt van az Y-kromoszómához kötött ugye a szőrözöttsége a fülkagyló szélének, ez csak a férfiakra jellemző, illetve hát van a férfi meddőségnek egy fajtája, ez is nyilván csak Y-kromoszómához van kötve. És hát akkor nézzük is meg, hogy ez milyen lehet, tehát nem is kromoszómákhoz kötött tulajdonságok öröklődése. Thomas Morgan volt az, aki neki állt kísérletezni közönséges muslincákkal. Ennek az az oka volt, hogy nagyon egyszerűen és könnyen föl lehetett őket tartani laboratóriumi körülmények között, mert hogy 10-12 nap alatt elérték az ivari érettségüket. Vagyis hát és semmi más nem kell, mint egy rothadt gyümölcs például. Ugye nyáron ezek mindig megjelennek, tehát mi is
találkozhatunk velük. Illetve hát amiért szerencsés velük kísérletezni az, hogy a kromoszoma készletük az eléggé kicsi, tehát 4 páruk van. A szemszín öröklődését vizsgálta, és azt vette észre, hogy az X kromoszómához kötődnek. A domináns szemszín, ez a VAD típus, ez az úgynevezett piros szemszínt adta, még hát egy ilyen jellegzetesen egyszer csak felbukkant neki egy fehér szín, szemszínű hím egyed. Na nézzük is meg, hogy hogy történhetett. Tehát ugye az egyik esetben, hát itt volt számunkra maga a kromoszóma, tehát, hogy volt egy fehér szemszínnel rendelkező fiú, és egy vörös VAD típusú nősként keresztezett, és hát az utódoknál azt vette észre, hogy ezek 100%-ban piros szemszínű utódokat adta, tehát ez a fehér ez nem jelent meg, nem jött vissza, nem ütött vissza. Aztán ebből az első nemzedékből vett 2 párat, ugye hát mindegyik piros szemszínnel rendelkezett, és hát őket keresztezte, és hát itt már meglepetés érkezett, ugyanis hát ennél az egyednél, ugye ez piros lett, itt szintén egy piros szemszínű hím lett, aztán lett neki egy piros szemszínű nőstény, de megjelent újra egy fehér szemszínű hím. Vagyis tulajdonképpen a fenotípusa 3:1 lett, legalábbis a szemszínnek, ugye nemek tekintetében lett neki egy abszolút VAD típusú nősténye, aztán lett még egy piros szemszínű nősténye, és hát lett neki tulajdonképpen egy piros színű hímje, és egy fehér szemszínű hímje. Vagyis hát a szemszín öröklődését azzal magyarázta, hogy ez bizony a nemhez, tehát az ivari kromoszómákhoz fog kapcsoltan öröklődni. És hát pontosan ez lett a következő kísérletben is. Ugye itt vett egy piros színű hímet, és hát talált egy fehér színű nőstényt, és hát azt nézte meg, hogy itt milyenek lesznek az utódok, és hát azt vette észre, hogy 1:1, vagyis 50%-ban lett fehér szemszínű, és 50%-ban lett piros szemszínű az adott egyedünk. És hát ugye itt is látható, hogy abszolút a fiúk lettek 100%-ban fehér színűek, még a nőstények azok pedig pirosak 100%-ban, tehát hogyha a nemeket is tekintjük. És akkor nézzük a következőt, tehát ugye itt van a következő. Hát én arra kérlek, hogy a panett táblát azt vezesd le, tehát itt van nyilván a segítséget azért láthatod, de mindenképpen a panett táblát te magad vezesd le, és hát küld át nekem egy fotóban, csevegésben, és hát nyilván reagálok és ellenőrzöm. Nézzük a következőt, ugye hát vérzékenységről is van példa. Ugye itt általában Viktória királynő családfáját szokták végigvenni, ugye második Miklós cárnak a felesége szenvedett egy ilyen betegségben, és hát a fia, ugye ő is örökölte ezt a fajta betegséget, de ugye az anyánál nem jelent meg, de a fiú viszont szenvedett ebben a korban, és hát sőt, egyébként Tutankámon a fáraókánál is jellemző volt ez a családon belüli hát házasságok, és gyakorlatilag utódnemzés, és ott is megfigyelhetőek ezek a problémák, tehát hogy a könyv azt hiszem ír is róla, tehát meg lehet nézni ezt a fajta hát eredményt. Tehát ebben a betegségben csak is férfiak fognak szenvedni, ugyanis hogyha egy vérzékeny nőt tekintenénk, akkor ez az allél, ez a vérzékenységet okozó allén, ez csak homozigóta recesszívként jelenhet meg. Tehát nyilvánvalóan lehetne ilyen utód a hölgyek tekintetében is, viszont ez a magzat ez nem születik meg az esetek 90%-ában, sőt, sajnos a felnőtt kort sem éri meg, hogyha nyilván végig gondoljátok, akkor nyilván a menstruációs, az első vérzésnél gyakorlatilag a halálát okozná a kislánynak, tehát ez miatt igazából ezek az utódok meg sem születnek. Na most nézzük csak meg, tehát hogyha van egy teljesen normális genetikával rendelkező férfi, és egy hordozó nő, aki hordozza a vérzékenységet, akkor itt hát mondhatni vegyes felfágott lesz, mert hogy 25% esély van egy egészséges kislánya, és 25% esély van egy egészséges kisfiúja. De sajnos van 25% esély egy hordozó leánya, ugye ő a betegséget nem mutatja, csak tovább tudja örökíteni. Még 25% esély van egy vérzékeny fiúja, aki sajnos a betegséget hordozza, és tulajdonképpen szenved is a betegségben. És nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha egészséges anya, de vérzékeny férfi nem utódott. Hát ebben az esetben sokkal rosszabb az esély, mert itt 50-50%, tehát vagy egészséges fia fog születni, vagy pedig vérzékeny hordozó lány. Házi feladat, nézzük meg, hogy hordozó lány és vérzékeny apának milyen utódjai lesznek, kérem elküldeni csevegésben.